Vida Viktor kollégám társaságában köszöntelek titeket, kedves hallgatók. Én Puzsér Robert vagyok, ez a Hét Mesterlövésze. Egy vasárnapi adásnak nézünk elébe, 0629986986 az SMS számunk, ezen vehetitek fel velünk a kapcsolatot, és írhatjátok meg a benyomásaitokat, meg az érzéseiteket, meg az emlékeiteket azokkal a filmekkel kapcsolatban, amelyekről a mai adásban fogunk beszélni. Volt már olyan adás, de nem is egy, ahol zenés filmekről beszéltünk. Hát ez a mai is egy ilyen lesz, de nem pusztán zenés filmek, mert ezekben a filmekben a zene mégiscsak a sztori hátterében van. Ezek nem musicalek, és nem abban az értelemben zenés filmek, amilyen értelemben vagy amilyen módon a zenés filmek a zene köré koncentrálódnak, hanem sokkal inkább zenész filmek. Zenészekről, zeneszerzőről, zenével kapcsolatos zenét játszó DJ-kről, énekesről, tehát mindenről, ami a zene körül forog, ezek a filmek a zene körül forognak, mint a bakelit. És ezek azok a filmek, amelyek mély benyomást hagynak egészen különböző zenei stílusokhoz vonzódó emberekben. És például ilyen szempontból a műsorunk is tök jó, mert teljesen más stílusú zenékről lesznek zenés filmek. Abszolút más. Tehát, hogy így kezdünk egy revűs világgal, aztán komoly zenébe a csapunk át, majd rockzene, és a végén pedig jazz. Tehát, hogy ez lesz az ívünk, amelyet le fogunk írni. Mindegyikért lehet rajongani, mert mindegyik kiváló a maga nemében. Azt tudom mondani, hogy nincsen rossz műfaj. Sokáig azt gondoltam, hogy léteznek elátkozott műfajok. Úgy gondoltam, hogy például ilyen a magyar nóta. De sokáig utáltam a blues-t. Meg se tudtam hallgatni. Igen, és aztán egy idő után rájöttem arra, hogy nincsenek elátkozott műfajok, mert minden műfajon csak belül rossz számok, dalok, egy-egy műfajon belül. Vannak nagyon terhelt műfajok, nagyon rossz ízlésű előadókkal terhelt műfajok, és vannak sokkal, hogy mondjam, szerencsésebb sorsú műfajok, de mégis azt általában el lehet mondani, hogy egy műfajon belül az, ami a legjobb, az már minden objektív kategóriában jónak tekinthető. Tehát, hogy egyszerűen egy műfajon, minden létező műfajon műfaj kitermeli a maga klasszisait. Például ott van a Modern Talking, ami egy kiváló példa arra, hogy egy műfajon belül lehet rossz számokat csinálni, de mondjuk az Elfújta a szél, ennek a magyar változata, az mennyivel rosszabb még a Yamaha szónál is. A Modern Hungáriára célzol? Igen. Ez az, amit ha majd egyszer Fenyő Miki bácsi ír egy önéletrajzot, ugyan ki másnak írna önéletrajzot, Fenyő Miki bácsi, akit mindenki ismer, mint Szent Péternek, tehát ugye ez lesz az ő következő vizsgája, úgy gondolom, ahol őnek egy önéletrajzal kell kalapoznia, vagy házalnia, hát ezt ki fogja hagyni belőle. Mint hogyha ez meg se történt volna, azt gondolom, hogy nem büszke rá különösebben, és minden oka megvan arra, hogy kifelejtse az önéletrajzában. Na jó, erre ne is utaljunk vissza. Szóval, beszéljünk egy olyan filmről, elsőként, amely egy tündéri darab. Nekem az egyik kedvencem olyan főszereplőkkel, akik más filmekből is ismerősek, de ebben a filmben önmaguk zsánerétől valami nagyon-nagyon eltérőt hoznak. Tehát jóformán mindenki valami egészen különbözőt hoz ebben a filmben, mint amit megszoktunk tőle, és már csak ezért is nagyon szerethető, de maga a film egyszerűen túlárad, túlcsortul a szeretettől, a szépségtől, a kedvességtől. Egy végtelenül bájos film, a Little Voice. De Szádi, hogy nekem micsoda éjszakám volt tegnap, micsoda egy eszméletlen oltári éjszakám. Ha láttál volna, az éjszaka királynője voltam. És ki volt a király? Részély? Ezt kap ki, Részély! Tudod ki az? A legnagyobb sztárok ügynöke, a kabaré királya, a csodák mestere. Minden este ott lóg Mr. Boo Night klubjában. Tudod, egy kicsit hasonlít Elvisre is? Ne mondd, hogy nem ismered, mindenki ismeri, és ő is ismer mindenkit. Egyszer éppen Mr. Boo-val voltam, ő mutatott be minket egymásnak, és 2 perc múlva, Szadi, nem hülyítelek, 2 perc sem kellett hozzá, már a seggemet markolázta. Az én aranyos gömbölyű farom volt a markában, miközben jó pofa vicceket mesélt Mr. Boo-nak. Tegnap este újra találkoztunk. Ó, az a zene szédített meg, vagy az, ahogy a keze ide-oda kalandozott. Ó, Részély piszkosul, jól tudja, hova kell nyúlni. Minden nő boldogan lenne gyűrű az ujján. A
aztán autózni vitt a tündéri dögös kis kocsijával, vagy 1000 kilométeres sebességgel repesztettünk át a városon, a szívem a torkomban, a keze a combomon, az eszem meg a kolbászom, meg a tojásokon. És a kikötőben végre meg is kaptam a betevő falatomat. Ment a nyali fali tele szájjal, de ő olyan férfi, aki tudja, meddig lehet elmenni. És végre elhelyezte a vastag pénztárcáját a melleink között, hogy ne nyomjon. És, és fönt, és lent, és lent, és fönt, és fölöttünk csak a csillagok. De a mennyország lent volt, Szabi. Mit bámulnak? Maguk még nem dugtak egy sevében. Mennyi báj, mennyi szépség. Ezek van a, ezek ebben a filmben, kivéve ebben a bejátszóban, amit sikerült beadnunk. Kivéve ebben a nőben, aki a kis hősünknek, Little Voice-nak az anyját, Mary-t játsza, a Brenda Blethyn játsza ezt a szerepet. Ugye őrá emlékezhetünk a Titkok és Hazugságok című filmből. Egy ugyanilyen sorsú, de nagyon-nagyon más jellemű nőt játszott. Ő ebbe a prolisorba besavanyodott idősödő London kültelki nőt. Kifestett, a korával nőt, szembenézni igen, nem tudod, de hogyha tudja nagyon röviden játszani. Akarjuk meghatározni őt, a hanyaganya, ami lehet akár nem proli is, hanem egy arisztokrata, a hanyaganya, aki a gyerekét totálisan elnyomja, elhanyagolja, megpenészedik a kaja a hűtőbe, a gyereknek kell főzni az anyjának. Egyébként ez egy nagyon szörnyű karakter, de a film képes ezt is humorba ágyazni. Ez a szép a filmben. Ja, az egy gyűlölhető karakter, maradjunk az abban végig végtelenül. A nagyon... és hát itt van velünk Ray Say, akit Michael Caine alakít, a csodálatos Michael Caine. Mondjatok még egy szerepet Michael Caine-től, ahol egy ilyen alakot játszik, mindig ilyen fes, igen, british úriembereket alakít, és zseniális mindig az a mértékadó etika, ami az ő karakteréhez járulna. Itt egy végtelenül kistílű, lecsúszott impresszáriót egy, játszik. Egy szőrös mellő, óriási aranyékszerekkel hatalmas aranyfokszokkal, meg igen, meg piros kabrió autóval furikázik, mint aki nincsen tisztában azzal, hogy hát a 70-hez lassan közelebb jár, mint a 60-hoz. Kicsit ilyen balós a figurája. Mármint nem a ruha meg a cucc, hanem a feje, ahogy kinéz. Nos, de azért itt is egy atya. Annyira, igen, jó. Ahogy a Batmanbe is. Undorító manipulátor figura. És hát itt van Little Voice, ez a végtelenül gátlásos kis lány, Elvé, aki az igazából normális emberi kapcsolata nincsen senkivel. Az anyja elől menekül, igazából csak az apjával, meg a lemezeivel, a halott apjával. Igen, egy baj van, hogy az apja már nem él, csak egy kép, igen, a falon. Igen, és a lemezeivel van kapcsolata, és ezeket a zenéket hallgatja éjjel-nappal. Amit apuval annak idején. Igen, igen, és gyakorlatilag átlényegül. Az egész lénye ezekben a lemezekben, ezekben a zenékben van, azokban a lemezekben, azokban a dallamokban, azokban az hangulatokban él. Mert hogy amikor ezeket a lemezeket hallgatja, akkor az apjával van. És ő egyedül az apja mellett érzi magát jól és biztonságban. Judy Garland, Billie Holiday, Shirley Bassey, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich. És mindegyik világában teljesen otthon van, és hogy mennyire, azt a film során be is bizonyítja. Na gyerünk! Fél perced van, hogy összekapd magad! Öltözködj már föl! Lehet, tessék Ray, bejöhetsz! És itt van ő, Mr. Ray Say. Ez pedig az otthonom, a falaim, a tévém, a telefonom és a lányom. Jostet! Rét a Ray, kakast a Ray, Ray a kakas. Minden tyúkot megbubol a nagy komisz kakas. Ó, de piszkosul bele vagyok esve! Na köszönj már! Ó, te csőttömeg, két lábon járó szerencsétlenség. Mit innál, Raymondom? Mit van? Mindenem, amit az ingyenc torkod megkívánhat, szép fiú. Haj vágy. De. Ah, kérek egy teát. Micsodát? Akkor kapsz egy csinsz a teát. Hé, ne rohanj el szó nélkül, te modortalan. Jó, hagyom, miért kell mindent elrontania? Én jó benyomást akarok tenni rád, ez meg nem képes emberi módon viselkedni. A hülye kis Ribi!
Jaj, mit csinálok is éppen előtted? Jó, elég, feladom. Tessék, ebben a kupiban lakom, és tessék, ilyen vagyok, Ré. És ha kiábrándítónak találod, elmehetsz a büdös francba. Csillapodj, miért rám haragszol? Mondtam én akár egy árva szót is. Na jól van, akkor térjünk a lényegre. De rohadt nyomasztó ez. Soha ilyen undorítónak még nem láthattátok Michael Caine-t, mint részei szerepében. Azért is nagyon jó film, azért is különleges, mert általában, amikor a szülő-gyerek kapcsolatot, vagy a generációk egymás mellett élését és egymáshoz való viszonyát látjuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a szülők azok mindig konzervatívak, azok mindig visszafogottak, sokszor képmutatóak, a fiatalok azok meg lázonganak, sokszor azt se tudják mi ellen, és veszett kutyák. Na most itt pont fordítva van. Itt a szülők azok, akik nincsenek tisztában azzal, hogy mennyi idősek, a méltóságnak a csírája nincs meg bennük, a gyerekek meg olyan konzervatívak, olyan maguknak valók, és itt nem csak a Little Voice-ról van szó, hanem legalább annyira Billy-ről, akit a Ewan McGregor játszik. Ilyen nagyon-nagyon visszafogott, nagyon-nagyon gátlásos, furcsa, sérült fiatalok szemben a veszett állatszülőkkel, akik megzabolázhatatlanok gyakorlatilag, és nincsenek tekintettel semmire. Valahogy nem élték ki magukat fiatalon, úgy érzik, hogy odadobták az életüket valamiért, amiért kár volt, és ezért aztán így nem nincs méltóságuk meg öregedni, vagy az Isten tudja. Hasonló egyébként ez ebből a szempontból, mint a csillagközi invázió. Ott valami nagyon hasonló ott történik. Ott is az képzeli el, hogy milyen lesz, amikor felnő a 68-as generáció, akik lázadtak, és vajon milyenek lesznek az ő gyerekeik, akik nyilván nem olyanok lesznek, mint a szüleik, de ez a film sokkal mélyebbre hatol. Hát, hogyha manapság elmegy valaki Európa legnagyobb kulturális városaiba, Londonba vagy Berlinbe, ilyen fiatalokat láthat, főleg az ilyen alter művészi helyeken. Hát ez a hülye gyerek frizura, ez a gátlásos viselkedés, ez a film 98-as, de nagyon-nagyon korán belenyúlt valami életérzésbe, hogy milyenek lettek ezek a gyerekek, és pontosan ilyen kis magának való, szöszmötől valamit, akik a tévé előtt nőttek fel. A vasfüggönynek ezen az oldalán annyira nem ismerjük, de azon az oldalán ott már előbb jelentkezett. Igen, de hidd el, hogy itt is fog jelentkezni. Jönni fog, hát mi azt ismerjük, hogy a konzervatív szülők életmódjára a fiatalok lázadása a reakció. De hogy annak a lázadó generációnak a gyerekei majd hogyan fognak konzervatív attitűdökkel válaszolni a szüleik romlottságára, vagy hát fogalmazunk így, majd ők ezt úgyis így élik meg. Vagy közönségességére. Úgyis úgy élik majd meg, hogy romlottak a szüleik. Na, az egy nagyon-nagyon érdekes létélmény lesz. Michael Caine a nagy alakításban, The Actors című filmben, írja a kedves hallgató, szintén egy szánalmas vénkujont alakít, igaz, nem ennyire gáz. Jó, ennyire gáz nem is lehet. Mark Herman rendezte ezt a filmet, utána illetve ő írta a forgatókönyvet is. Utána néztünk ki, ez a Mark Herman, és egy nagyon nagy buktát találtunk az életrajzában, a Csíkos pizsamás fiú, ami az egyik leggicsesebb holokauszt film, minden idők legízléstelenebb holokauszt drámája. Ez a film viszont egyszerűen üt. És az alakítások ütnek, nem véletlenül ez egy színdarabból készült a film, úgyhogy nagyon jók az alakítások, nem túl sok szereplővel. Amellett, hogy ez a film egy nagyon erős magánéleti dráma, egy gyönyörű love story, ami a fiatalok között fonódik, egy nagyon-nagyon kemény kritika a showbizniszről. Csak hogy itt a showbizniszt alulnézetből látjuk. A legalja, legótvarabb kültelki lebújoknak a világában ugyanaz az ocsmánság zajlik, mint ami a Megasztárban, meg az X-faktorban, ahol előre gyártott sorozatban formatált sztárokat nyomatnak ki egymás után. Vagy ahol elismert népművész bácsikat hívnak be, hogy megalázzák őket, mert azt a pajzánszámot adja elő. Majd amikor kivették belőlük az annak megfelelő marketing energiát és pénzt, azon mód dobják el őket, és már semmi szükség rájuk, és már mehetnek a süllyesztőbe. Hát itt ugyanezt a világot láthatjuk. Kicsibe, és igen, ezért tudunk nevetni rajta. Mr. Boone-nak, aki a végtelenül szánalmas figurát alakító Jim Broadbent, és Ray Sane-nek, a Michael Caine-nek a karakteréből sugárzik ez át. Mr. Boone-nak van egy lebuja, és a Michael Caine az, aki a Ray Sane, az, aki megtalálja ezt a kis zsenit, Little Voice-t, aki minden elképzelhető sztárt azon a hangon is, azzal az attitűddel és azzal a világgal képes utánozni és a színpadra varázsolni.
magára tudja ölteni néha a Marilyn Monroe-nak, máskor a Marlene Dietrich-nek az alapját, Piaf. Az Edith Piafét. Bárki tud lenni, mert de csak amikor az apjának énekel. Csak amikor látja az apját, és elhiszi, hogy ez az apjának szól. És hát itt most megtörténik az, ami, az, amire maga részé sem számít, és egyetlen producer sem számít, hogy beletörik a foga ebbe a kis fiatal húsiba. Tehát, hogy nem úgy alakul a dolog, hogy ő majd megemészti, aztán eldobja. De hát ez a tehetségkutatásnak az átka, hogyha valaki nem alulról küzdi fel magát. Pontosabban a lényeg, a tehetség nem csak az, hogy ügyes vagy, de tudsz is valakivé válni, hogy megcsinálod magad. Akiket a show business rángat fel, mint úgymond tehetségeket, azoknál mindig egy időzített bomba az, hogy mi van, hogyha éppen nem teljesítenek, ha nem tudnak változni, tovább lépni. Tehát ez ugyanez a lány, csak itt fel van nagyítva ez a probléma, mert ő egyszerűen alig tud megszólalni a színpadon. De ő itt nem számolnak vele, őt nem tekintik semminek se. Tehát fogják, legyártják, aztán dobnák el, de mielőtt még eldobnák, hát beletörik a foguk, de elég csúnyán, és az egy szívderítő pillanat. Mindannyian szeretnénk nagymenő producereket ilyen szánalmasnak és ilyen elesetnek látni, amikor a sztárocskájuk nem lép fel, és helyette segrészegen fölmásznak a színpadra, és előadják a Vége című dalt a saját karrierjükről. Kb. Azon a fangon, mint Sid Vicious, amikor elénekli a My Way-t. Igen. Egyébként ízelgessük ezeket a szavakat, tehát Racey, meg Mr. Boo, tehát amikor megláttam Mr. Boo-t, én azt hittem, hogy Bill Murray-t látom tokásan, pedig nem ő játsza. Nem ő játsza. Nem, de ez a Jim Broadbent, ez fantasztikus, tehát ez a, annyira, ez a Bill lepattant, Murray-t. Lepattant, kültelki, bunkó, annyira, tehát... És nagyon jól eltalálta a főhős Little Voice, Jane Horrocks, mert meg tudta állni a rendező, vagy a castingolók, hogy ne egy szép lányt válogasson be, mert nem illett volna a sztorihoz, mert ez egy kicsit csúnyácska, és ezért mekkora félresiklás, hogy Ewan McGregort valószínűleg a név miatt, hogy sokan beüljenek, berakták. Mert de tök jól adja. Jól adja, jól játszik, de az Ewan McGregor figurája is egy szerencsétlen elesett fiú, és ezért elég jó képű itt a mi Ewan McGregorunk ebbe a filmbe. De hát ez csak ne legyen probléma, hiszen annyira kettős, hogy galambokat röptet lépten nyomon, amikor éppen nem melózik a telefontársaságnak. Hát ezek a kettősok nem néznek ki ilyen jól, Robi. Tényleg van, te látsz összefüggést? Szóval a Little Voice című film az egy nagyon-nagyon sokrétű darab, ilyen erőteljes és ilyen friss és színvonalas kritikáját a showbiznisznek talán még sosem láthattátok. Megnyugodtál? Csak én vagyok. Finomítottam a dolgon, átalakítjuk. Ráveszünk Boot, hogy adjon még egy esélyt. Már tudom is hogyan. Tetszeni fog. Mindent hozzáigazítunk a személyiségedhez. Csak annyi dolgot lesz, hogy bejössz oldalról. Mi van? Hé, kicsim. Csak nem ijesztettel ez a ma esti kisiklásod. Ez a legnagyobb akkor is megesik. Kérdezd meg őt. Vagy őt. Mind ugyanazt mondják majd, hogy átélték, amit te ma este. Igazam van, Judy. De mennyire, Mr. C? Mennyis te mit mondasz, Marilyn? Nagyon igaz, Pupucsibú. Elég. Komolyan mondom, ilyen nem lesz többé. Így már nem. Ez garancia, elhiheted. Vágjunk bele, jó? Be se akarsz nézni? Na nem baj, hát... Semmi baj, akkor ennyi. Igaz? Nem probléma. Pas de probléma. Na, szép itt nálad. Tiszta, rendes. Nagyon szép. Minden lemezet körülötted. Hány évig tart egy ilyen gyűjteményt összeszedni? Sok. Igen. Én nem nagyon gyűjtök semmit. Csak adósságot. De volt egy ilyen nagynéném. Soha nem találnád ki, mit gyűjtött. Na? Madarat. Komoly. Barázda billegetőket. Sok volt a háza körül. Csodálatosan bánt velük. Az egyiket beszélni is megtanította. Félünk is jószág volt. Csak ekkora, mint az ujjam. Annyira félt, hogy a kalitkából se jött ki, de a nénikém az értett a nyelvén. Hagyta, hogy üljön az árnyékban, biztonságban, de egész nap. És énekelt neki, meg simogatta,
Nagyon gyöngéden. Minden nap. Egy idő után a madár megszerette. És később, amikor már erős volt, a nénikém elengedte. De a madár, mielőtt elrepült volna, megállt az ablakpárkányon, és szinte hihetetlen, megfordult és énekelt. Semmi sem lesz, ha már nem lesz több a madár. És hús elrepült. Ez így történt. Melyik volt az apád kedvence? Az a három. Ó, igen? Tudod mit? Ezeket... Ja nem, persze. Igen? Nem, én csak gondoltam, hogy ezeket bevennénk a... az izé, tudod, a műsorba. De nincs műsor. Pedig apádnak tetszene, elhiszed? Tiszteletadás a kedvenceinek. A kedvenc dalai, és a legkedvesebb énekesnő a lánya. Ó, ez nem hangzik rosszul, mi? Igen, kár. Mert itt sem ő, sem a zene nem kap sok tiszteletet, igaz? Tudod kitől? Ray. Hm? Semmi. Hopp, itt repül megint a kék madár a hold felé, a csillagok felé. Elmegyek. Hová? Értem. Jó. Csak egyszer? Jó, hát ha akarod, rendben. Örülök. Lemegyek, hozok egy cigarillót. Csak egy perc. Vida Viktorra 0629986986 az SMS számunk, arra biztatunk titeket, hogy írjátok meg a véleményeteket, meg az érzéseiteket a filmekről, amelyekről szó van. Egyrészt felkeltette az érdeklődéseteket, másrészt pedig, hogyha már láttátok, akkor segítsétek a többi hallgatót abban, hogy vajon érdemes-e ezt a filmet kikölcsönözni, esetleg letölteni, úristen, mit mondtam, vagy sem, tekintettel arra, hogy ezen a téren megoszlanak a vélemények, bár én a Little Voice című filmet csak ajánlani tudom, az a pillanat, amikor a show az a kezdetét veszi, és ez a kislány elvé megrázza magát, és meglátja az édesapját a sorok között, és kivirul az arca. És két rohadt félmetes az apja, hogy fekete-fehérben ilyen farccal integet, mint egy ilyen horrorfilm. És az, hogyan kiszabadul ez a madárka a kalitkából, hogyan felszabadul a nyomás alól, amit a szörnyeteg anyja rágyakorol életmódszerűen hétköznapok hosszú során keresztül. És ide most egy jelző kívánkozik a mondat végére, hogy az valami... Az valami magával ragadó. Az tényleg, tehát az embernek repes a szíve, amikor látja ezt a kislányt, ahogyan... Ez félelmetes inkább. Ahogyan átlényegül. Az egy nagyon nagy alakítás, amit az a lány a gyilkosoknál van, hogy így hangot váltanak teljesen. Igen, mint aki lenne cserélve. Igen. Igen, igen. Tehát, hogy az szívderítő egyszerűen. Tehát én imádom ezt a filmet, és újra meg újra megnézem. Tudod, miért imádom ezt a filmet? Mert amióta a pop-rock korszak meg a beat tart, azóta ezek teljesen süllyesztőbe kerültek. Ezek a dalok. És azért ezek között rengeteg iszonyú jó dal van. Tehát és nem is az a lényeg, hogy mi a jó, meg mi a rossz, hanem, hogy ennek a lánynak a szájában annyira helyükön vannak ezek a dalok, amennyire csak kell. És az egész világa a filmnek egyszerűen megvesz kilóra. Nem lehet nem szeretni ezeket a fiatalokat, konkrétan a Jane Harrox és a Ewan McGregornak az alakításában. Szóval a Little Voice az szerintem egy erős 8-as a 10-es skálán. Te hogy ítéled? Egy 7-es. Hát folytassuk a filmeknek a sorát, mégpedig a Ludwig von Beethoven életéről és hát szerelméről. Főleg az ő szerelmi életéről szóló filmmel,
A filmnek rettentően ciki címe van. Kimondani is nehéz. A halhatatlan kedves. Halhatatlan kedves. Jó, mint, hogyha, hát... mint hogyha csak Cipő a Republikból énekelné meg ezt a történetet, nem? Egyetlen mentsége a címnek, hogy ez el... Tehát ez le lett írva ez a szópár, méghozzá Beethoven egyik levelében, amelyben rendelkezett, végrendelkezett, és egy bizonyos titokzatos halhatatlan kedvesre hagyott mindent. És na, ez egy pont olyan, ebből a szempontból ez egy pont olyan film, mint amilyen a Aranypolgár. Meghalt a nagyon nagy ember, és van egy rejtélyes végakarat, vagy egy testamentum, amit senki nem tud értelmezni, és a film végére kiderül. Ahogyan akkor is ott kiderül, hogy mi az a rózsabimbó, itt és most kiderül, hogy ki is az a halhatatlan kedves. És higgyétek el, hogy amennyire banális, és persze azáltal meglepő a megfejtés az Aranypolgárban, annyira meglepő, és valóban különleges, és nagyon-nagyon drámai a megfejtés. És amennyire banális és sematikus, szinte a kő egyszerű sztori, amin végigmegyünk, a volt szerelmeit véglátogatja a főhős. Annyira erős. A főhős jó barátja. Tehát Beethoven jó barátja, igen, egykori titkára, annyira ütős. Tényleg, annyira ütős tényleg a vége. Tehát, hogy amennyire sematikus, és tényleg így odáig adtam egy hármast a forgatókönyvnek, és azért nagyon megdobta. A végén, ami kiderül, akkora dráma. Amikor így mindent áttérték ez, hogy végig ítélkezel a filmbe Beethoven felett, ez egy állat, úristen, ezt csinálta, elszakította a gyereket az anyjától. Hogy viselkedett? És amikor a végén összeáll, hogy mi történt valójában. És hogy fogod a fejedet. És hogy mennyire kevésen múlott. Na, nagyon-nagyon kemény drámája van, és mindeközben a zenék, amik egyedülállóak, ugye Ludwig van Beethoven a filmzene szerzője, és hát azt lehet mondani, hát azért, hogy a filmzene az legalább olyan erős, mint a film, sőt. Hányast adsz a filmzenére, Robi? Én a filmzenére egy erős 8-ast adok. Főleg a 9. szimfónia az nagyon erős, ami az ad egy húzást a végén, én úgy érzem. Amikor tök süketen, na jó, hát ez is. Igen, ez tehát is. Mi az, amit Beethovenről a legtöbben fel tudnak idézni, az egyik, hogy tök süket, és az utolsó nagy szimfóniát halál előtt úgy mutatják be, hogy az addig elfelejtett zeneszerzőt ovációval fogadja a közönség, amit ő nem hall, és a karmester fordítja meg a mestert, hogy nézze már meg, hogy mekkora sikere van. A másik, amit tudunk Beethovenről... Ehhez kísértetiesen hasonló alkalommal, amikor ő vezényel olyan süketen, mint az ágyú, és már abszolút elveszti a kapcsolatot a zenekarral, hát nem hallja a zenét, úgy próbál dirigálni nekik, hogy azt se tudja, hol tartanak, folyamatosan ütemet téveszt mindenkivel, hát gyakorlatilag nincsen karmester, hanem egy én kép zavaros süket próbál valamit ott kalimpálni. Azért tényleg ezt ízlelgessük itt is szintén ezt a szókapcsolatot, hogy a süket zeneszerző, tehát mekkora totális... Mekkora hallása van valakinek, hogy süketen képen zenét szerezni, csak képzeljétek el. Milyen tökéletes hallás, hogy legyen. Hát a fejében szól a zene, ő azt lejegyzi. Na jó, a másik, amit és soha nem hallgathatta meg a 9-et, gondolj bele! Ott szólt a fejében. Soha életében nem hallotta, de hát valami, mit én 10 vagy 15 éves, vagy hány éve volt akkor már süket? Lehet, hogy csak 10 éve volt inkább süket, amikor ezt szerezte. Várjál, 10 évvel ezelőtt hallottad, hogy hogyan szól a hegedű. 10 évvel ezelőtt hallottad, hogy hogyan szól a brácsa. Hát remek, tényleg. Mire emlékszel, az biztos, hogy a hegedűnek a hangja, amire te most emlékszel? Hogy szólal meg az a te fejedben? Valami szól, de hogy az aztán hogy szól odakint, azt sose tudta meg. Inkább azt mondanám, hogy Beethoven sose hallotta rosszul eljátszva a 9-et. Igen. Köszönhetően a süketségének. Mindig a megfelelő zenekar húzta oda bent a fejében. A másik, amit Beethovenről talán legtöbben felidéznek, hogy ír egy szimfóniát Napóleon tiszteletére, aki elsöpri az arisztokraták beteg világát, és aztán megkoronáztatja magát, császárra válik, és széttépi a kottát. És ez itt a filmben is megtalálható, ez a motívum. Igen. Viszont itt megtudunk egy csomó minden más. Ugye egy nagyon progresszív figura volt Beethoven. Tehát igen, tehát egy lázadó volt, a kornak egy lázadó. Tehát úgy képzeljétek el, mint ma egy ilyen anarchokommunista fiatal, aki felhúzott orral, squattokba ajándó csak lakni. Beethoven is fellögdösi az arisztokratákat a parkba, és üvölt rájuk, hogy a ti időtök már lejárt. Nem lehet véletlen, jön a guillotine. A Führer nem tudott különösebben jól hivatkozni a Beethovenre. Nem volt hatékony, de Mozartra sem. Tehát ugye
ezekre a figurákra nem, hát Wagner igen, az igen. Na, tehát a lényeg, hogy óriási vita van a zenetörténetben máig, hogy Beethoven még a bécsi klasszicizmus vagy a romantika. Sokan azt mondják, hogy ilyen dupla basszusokat csak a romantikába használnak, hol van ilyen a bécsi klasszicizmusban. Ez a film nem erről a vitáról szól, nem arról, hogy romantika vagy klasszicizmus, hanem arról szól, hogy romantikus figura volt-e maga Beethoven. Nem úgy, hogy a művészet, mint művész, vagy mint a zenéje, hanem a személyisége. És egy olyan, és egy annyira olyan, romantikus volt, hogy el se tudjátok képzelni. És egy olyan Beethoven próbál kiásni a múltból nekünk ez a film, ami egy végtelen romantikus figura. El kell jönni a következő fellépésemre. A múlt héten már hallottam. Emlékszem önbe. Csodálatosan játszott. Új gyakorlatnak elment. Én rendkívülinek találtam a játékát. De azt az átkozott Beethovent nem szenvedhetem. Az emberek csak azért tettetik, hogy oda vannak érte, nehogy műveletlennek. Drága látos hitvel, sem kérem, ne hivalkodjék a butaságával a vendégek előtt. Julia, nálunk itt mindenki őszintén beszél. Te mit gondolsz? Ne, nagyon kérem, nem akarok olcsó bókot kizsarolni. Túl görcsösen és szaggatotta játszott, nem volt elég dallamos. Juliát, mint láthatjátok, maga a maestro tanítja személyesen. Hogyan? Minden áldott nap házhoz jön. Minden nap? Bölcs dolog ez. Miért kérdezel ilyet? Hát mert szigorú tanár. Az az alak egy csirkefogó, ráadásul republikánus. Az a hír járja, hogy Napóleon követője. Legszívesebben Madame la Guillotine karjaiban látna minket. A virtuóz hírnevének köszönhetően forog az előkelő társaságban. Mégis dürhomot kap, ha valakinek mersze támad megkérni őt, hogy üljön a billentyűkhöz. Miért nem akar játszani? Beethoven meglehetősen különc és konok ember. Azt állítja, hogy ettől úgy érzi magát, mint valami szolga, és neki nem parancsolgathat. A pénzt azért mégis elteszi. Ja, figyelj, ezek a nők, ezek az öntudatos és már művelt nők, ezek a nők már könyveket olvasnak, tényleg a feminizmus előfutárai, és mennyire üti azt a szexista jelentet a filmben, amikor egy ilyen mesztelen női szereplőt mutogat a kamera, akivel éppen Beethoven incselkedik, tehát ez kb. Úgy kell belerakni kötelezően egy-egy cicit vagy popót ma egy filmbe, hogy régen a kommunizmus alatt a vörös farok, ugye, hogy Marxra kellett hivatkozni legalább egyszer a könyvbe. Ne, Beethoven úgy van itt a zenéléssel, ugyan az zsidó öregember a borotválkozással van ez a sztori, hogy Kumbácsitól kérdezik, hogy miért nem borotválkozik már meg, hát legalább két naponta már legyen szíves, és mondja, hogy ezeknek. És valahogy így van Beethoven is a zenével, tehát hogy most így írja meg a kilencediket, de hát ezeknek. Tehát olyan mértékben áll fölötte annak a primitív és műveletlen söpredéknek, amelyik körülveszi őt, és hát nem csak ő neki ez az élménye, hanem annak, aki megnézi a filmet, annak is hát nagyon erőteljesen. A Gary Oldman, aki nincsen, Beethoven-t játsza. Beethoven szerepében nincsenek szavak rá, hogy mekkora színész Gary Oldman, hogyha azt népszerű állítás, hogy Beethoven a zene Mozartja, én azt gondolom, hogy Gary Oldman a színjátszás Beethovenje. Tehát, hogyha azt nézem, hogy amilyen helyet Beethoven a zene történetében elfoglal, mondjuk a színjátszás világában, annak a paradigmájában a Gary Oldman megüti azt a szintet, amit a Beethoven. Az az igazság, hogy ő is az a színész, aki nem lehetne jobb. És hát én nem estem hanyatt a játékától, de valószínűleg azért, mert én Beethovent láttam a vásznom végig, hiszen róla szól a film. Ennél sokkal jobban nem is mondhatnám el. Igen, magáról a színészről. Nem lehet elmondani, hogy mekkora drámája van a süket Beethoven küzdelmének és hétköznapos harcának minden percben a megértésért és a világgal való kapcsolat föntartásáért. Hogy azok, ugye azokat az információkat, amelyeket a világról szerezni tud, azokat csak olvasni tudja. Nem hall semmit, de olyan süket, mint az ágyú. Tehát nem arról van szó, hogy rosszul hallott, vagy romlott a hallása, hanem teljesen süket volt. És vannak jelenetek,
számos nagyon erős drámájú pillanat a filmben, amikor Beethoven fejében vagyunk, és tök süketek vagyunk, és nézünk körbe, és látjuk az embereket, ahogyan tapsolnak, vagy fújolnak, vagy beszélnek hozzá, és minden néma, és közben halljuk Beethoven szívverését. Tehát az egyetlen, amit hallunk, az a szívének a dobogása, miközben körülötte a világ néma. És az Robi a minden percben, hogy az idegrendszerét felőrli nem csak Beethovennek, hanem a nézőnek is, ahogyan neki minden egyes percben megfeszítve kell küzdenie, hogy kinyerje a világból azt az információt, ami visszacsatolás neki az élethez. Akkora ereje van, és olyan szörnyű drámája van, az a kiszolgáltatottság, amit megélt, és ez mind benne van a 9. szimfóniában. Tehát ezt mind belerakta. Van két magyar vonatkozása a filmnek, az egyik ugye megkerülhetetlen, hogy a film szerint élete legboldogabb évét Martonvásáron töltötte Beethoven a Brunswick családnál. Ugye a Brunswick anyuk elvitte a 24 és 21 éves lányait Bécsbe, hát ha házas felett talál nekik, és aztán összefutott Beethovennel, aki csodálatos módon kivételtett, és igen mondott arra a kérdésre, hogy nem tanítaná-e a lányokat egy kicsit zongorázni. Az apjuk aztán barátja és mecénása lett Beethovennek, és hát ami haba tortán, hogy a kisebbik lányhoz gyengéd szálak fűzték Beethoven, Josephinehez, és több kb. Vagy 20 levelet váltottak egymással, de sokak szerint több is volt köztük ennél. A másik magyar vonatkozása a filmnek, hogy a Beethoven muzsikáját az Solti György nyomatja nekünk. Aha. Na itt a nagyon-nagyon fontos szál, cselekmény szál ebben a történetben a Beethovennek a nevelt fiával és unokaöccsével való kapcsolata, és hogy ez a gyerek ez milyen relációban van is vele valójában, az is, ahogy a film cselekménye során pontosan ki fog derülni. Nagyon súlyos pillanat, amikor összeáll a kép a néző fejében, hogy miért is ragaszkodik annyira ehhez a kisfiúhoz, akiből minden áron komponistát akar faragni, de hát aki nem alkalmas erre, mert nem olyan tehetséges, mint a nagybácsi. Csak ő ezt nem hajlandó tudomásul venni. Miért? Mert nem hallja, hogy a játéka nem jó. Mert nem hall. Ezért aztán rávetíti a világra a vágyait. És képzeljük el, hogy szenvedhetett Beethoven, amiközben tanította, mert tudjuk róla, hogy nem szeretett tanítani, azt mondta, hogy azt tanítson, aki nem tud komponálni. Amikor ő gyerek volt, akkor Haydn-höz akarták beadni, Haydn-nek nem volt ideje Beethoven-nel foglalkozni. És aki tanítani sem tudja, abból pedig legyen tornatanár. És ehhez képest tanítja a gyereket. Hát, de tanítja, de hogyan? 5 éven keresztül, anélkül, hogy bármit is aki írna. Aki belebetegszik. Vagy... Igen. Gyakorlatilag pszichés beteg lesz ettől az erőszaktól. Hát, mert egy ekkora elvárásrendszer árnyékában nőni úgy, hogy ráadásul így folyamatos vakrepülés, vagy hát süketrepülés, ahogy tetszik. Tehát sosem tudod, hogy jól játszol-e, mert folyamatosan csak azt a visszajelzést kapod, ami a nagy mesternek a vágya a saját magával kapcsolatban, amikor már úgy érzed, hogy neked leáldozott, mert ugye már megsüketültél, akkor már nem a 9. szimfóniádat írod meg, hanem azt neveled ki, aki majd megírja a tökéleteset, aki majd meghaladt téged is. Tehát, hogy ő igazából már erre gyúr Beethoven, igazából egy kudarcos élet helyrehozásán, valamiféle helyre pofozásán dolgozik, holott ez az élet egyáltalán nem volt kudarc, csak hát egy nagyon súlyos magánéleti szorongás az, ami ennek az egésznek a hátterében van, ami a film végére bontakozik ki a számunkra. És nagyon sokat vesztettünk ezzel a kudarcos tanítgatással, mert többek között emiatt nem írt meg egy oratóriumot Metternichnek, az angoloknak egy misét, tehát világklasszis daraboktól estünk el amiatt, hogy ő életében nem csak zeneszerző akart lenni, hanem valami más is. Viszont megnyomorított egy fiatal embert, az is valami, nem? Herr Beethoven, a mi legkiválóbb zeneszerzőnk, minő megtiszteltetés. Metternich kancellár úr, betegsége folytán Herr Beethoven felkért, hogy beszéljek a nevében. Ahogy kívánja. A peres ügye rosszul halad, mert Frau Beethoven lefizette a tanukat, hogy... Uram! Valljanak Herr Beethovennel. Segítsen nekem! Az én kis unokaöcsémet, Kárt, megzavarták ennek az asszonynak a gonosz intrikái. A maestro miért arra kellene célos, hogy... nekem önön segítenem, Beethoven? Metternich
Még nagyobb zsarnok, mint Napóleon. Ezt az elmúlt kedden jegyezték fel a hattyú vendéglőben. Metternich száját legszívesebben szarral tömném be. És így tovább, és így tovább. Herr Beethoven, többféle erő van Ausztriában, amelyek lázadást szítanak. Én ugyan a nyílt őszinte Rita híve volnék, de tartok tőle, hogy manapság nem engedhetjük meg már annyira ezt a fajta, hogy is mondjam, csak felbuzdulást. Talán nem ártana, ha a mi nagy művészeink is. Bocsásson meg. Megfontoltabbak. Herr Beethoven felajánlja, hogy ír egy nagyszabású oratóriumot, amelyben egész Ausztriát és az ön ragyogó diplomáciáját dicsőíteni, melyel a bécsi kongresszuson egész Európa számára biztosította a békét. Eme bíróság megfelelőnek találta a végzést, amelyben Johanna von Beethovent megfosztják a gyámsági jogától a fia, Karl felett. Most, hogy a fiú testestül lelkestül odaítéltetett Ludwignak, a süket zseni komolyan hozzáfogott élete legtragikusabb erőfeszítéséhez, hogy a gyámfiából nagyszerű zongora virtuóz neveljen. 5 hosszú éven át csak ezzel foglalkozott, és ez alatt semmit sem komponált. Nem írta meg az oratóriumot, amit Metternichnek ígért, sem a misét, amit a londoni filharmonikus társaságnak, sem azt a hatalmas szimfóniát, melyről szakadatlanul beszélt. Egy hangot sem írt le. Bécsben úgy gondolták, hogy vége Beethovennek. Süket lett. Mindent kiírt magából. Rossini bemutatta a torvajszarkát, és az olasz opera lett az új felkapott. Beethoven nem játszották többé. És mit szóltok a Ragyogj, Shine című ausztrál filmhez? Szerintem csúcs, írja nekünk MS. Hát én meg úgy vagyok ezzel, hogy ott már szerintem ez túl van nagyon spirázva abban a filmben. Tehát ez a Rachmaninov, és aki Rachmaninovot jól tudja játszani, az abba beleőrül, mert a Rachmaninovot csak úgy játszani nem lehet, és abba a tényleg az idegrendszeret szétmegy, hogyha Rachmaninovot úgy játszol, ahogyan azt a Rachmaninovot csak játszani lehet, és akkor ez túl van ez már pörgetve ott, ez nekem már ott már sok. Tehát már nem hiszek egy szót sem áll, leginkább az egészből. De meg az ilyen kurva nyomasztó. De mondjuk ez is rettentő nyomasztó ez a film. Hát milyen egy teljesen öntörvényű zseni, aki tisztában van azzal, hogy halhatatlan, és mégis be van zárva egy halandó testbe, és mégis be van zárva egy halandó sorsba, és tudod, mikor jutott ez eszembe legutóbb mostanában, amikor Alphaville-t hallgattam, vagy néztem YouTube-on, és van ez a Big in Japan, meg ez a Forever című szám, zseniális, 80-as évek egyik legjobb filmjei. Sounds Like a Melody-t kéne meghallgatnod, mert az a legjobb számuk. És egy elképesztő tehetséges nyugatnémet falusi sutyókölkök voltak, érted? Azonnal berobbantak a világba, Amerikába, mindenhova. Mai napig hallgathatók ezek a számok, akárcsak Beethoven. És akkor meglátod az ének, hogy most hogy néz ki egy ilyen bőrgyekis, pocakos, hátrafogott hajú, egy ilyen elvikidálosodott rockert képzelj magad elé, aki, ha jól hallom, ugyanúgy el tudja énekelni 8 oktávba azokat a számokat, de beleborzongtam, hogy milyen lehet úgy élni 40, 50, 60 évesen, hogy te már nem fogsz nagyobbat alkotni, mint a Big in Japan, meg a Forever, és te meg fogsz halni, ezek a számok túlélnek téged, és még most is, amikor élsz, ezeket kell énekelni, vagy otthon ülsz, és számolgatod a pókokat a sarokba. Rohadt nyomasztó és lehet. És persze, hogy azt választod, hogy kimész Moszkvába, és elénekled a Big in Japan, de rohadt nyomasztó. Ja, meg elmész a Friderikus Show-ba, emlékszem, konkrétan a Friderikus Show-ban is elénekeltették vele a Forever Young-ot. És természetesen a Forever Young-ot énekeltették el vele. És saját számait temetnek maguk alá, azaz egy-két szám persze, ami a leghíresebb lett, azt kell mindig elénekelni. Ja, természetesen, az ilyen show műsorokban, és akkor elmehetsz Albániába is. Elpusztítod magad a saját számaiddal. Ja. Jó, borzasztó nyomasztó lehetett. Na, ilyen Beethovennél nem volt, mert ő a haláláig, meg Mozart a haláláig a jobbnál jobb műveket adta ki a kezéből. Hát de azért volt egy nagyon sötét intermezzo, valami 5 éves intermezzo, amik semmit nem csinált. Csak és így terrorizálta a nevelt gyerekét. Jó, hát nyilván más a sorsa egy Salierinek, mint egy Mozartnak, de hát erről szól az Amadeus című film. Azért az Amadeus jobb, ezt mondjuk el. Tehát ott hát, úgy robbannak be a Mozart zenék, mintha egy rock'n'rollt raknál fel Bakeliten. Nem kevéssel jobb. Annak ellenére sem, hogy ez a Halhatatlan kedves című film, amiről beszélünk, a Beethoven életrajzi film, szerintem így is egy erős hetes. Az biztos egy erős hetes.
Na, és akkor folytassuk egy olyan filmmel, amely egy... Hát most teljesen nagyon, 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 hát most rockzene, és méghozzá a klasszik rock, tehát az, ami még éppen beat, kidug... nem? Ez... Igen. Itt még igen, nincs igen. Is rock. Kidugta a csőrét a tojásból az újszülött. Az a kis szörnyeteg, vagy szörnyecske. Végülis a Prodigy volt az, amelyik erre rájátszott már a nevével is. Születőben van valami teljesen új, valami átütő, ami a régi világot teljesen meg fogja változtatni. Csak hogy ez a világ még nem alkalmazkodott ehhez. Ez a világ még ilyen 47 percet hajlandó ebből az új zenéből leadni. Hát hetente. Naponta vagy hetente, igen. Szóval képzeljétek el. Igen, és és közben ezek a kalóz rádióadók, mint például a mi filmünknek a kalóz adója, ami a tengeren hajókázó adóról sugároz, ezt hallgatja Nagy-Britannia 50%-a a lakosságnak, 25 millió ember, miközben a kormány meg a hatalom nem akar tudomást venni róluk, és erkölcscsőszöket uszítanak rájuk, hogy hallgattassák el őket. Na ez is egy nagy liberális pamflet. Egy nagy ez a film. És igen. Ez a bajom ezzel a filmmel, hogy miközben Magyarországon gyakorlatilag a nagy része kimaradt 68-nak, a beat korszaknak, a lázadásnak, a zenéből valami átjött a másolata, a közben még mindig Hollywood ontja, gyártja ezeket a filmeket, amik így lázadásra bíztatják a fiatalokat, de könyörgöm, milyen súlya van ma már egy olyan filmnek, ami azzal buzdít lázadásra, hogy káromkodjál, mondj nemet a pápára és a királyi családra, meg merj a kormánnyal szembe menni. Világos, ez akkor progresszív volt. Ma erre verni magunkat, ez szánalmas. De közben Magyarországon meg még mindig azt mondod, hogy jöjjenek az ilyen filmek, mert mi éppen most lépünk vissza jobb hián az utolsó stabil reteszhez, amit a rock'n'roll korszak előtti ilyen tekintélyuralmi rendszerek. Magyarországa szánalmasabb ezeknél a szánalmas filmeknél is. Igen, jó, ezek közül a filmek közül a legjobb, úgy gondolom, az a Larry Flint a provokátor volt, és ezek a filmek tulajdonképpen annak a klónjai, vagy annak a... Ilyen például a... majdnem híres. Emlékeztek a végén a repülőgép lezuhanós jelenetre, ahol mindenki coming out-ol, itt is megvan, ebben a filmben is van egy ilyen coming out-os, mikor süllyed a hajó, akkor ugyanilyen közhely, amikor sorban felállnak, és életüket és vérüket adják a rockhajóért. Ez az amerikai filmek egy legjobb klisséje, amikor sorban mindenki feláll és jelentkezik, hogy igen, megcsinálom. És végtelen pátosszal és végtelen teatralitással. És ugyanilyen amerikai közhely, amikor azt mutatja a film, hogy az egész országban mindenki ugyanazt csinálja. Az amerikai filmekben ilyenkor érezzük, hogy igen, egy nemzet vagyunk. Igen. Itt is mindenki hallgatja ezt a rokkadót, és lehet az egy nővérke, lehet az egy általános iskolás kisgyerek, lehet az egy öreg a parkban, és egy nemzet vagyunk. Itt a gond tényleg az, hogy a lázadás az nagyon öncélú. Lázadás a lázadásért. Hol van ebben a filmben politika? Világos, hogy az hol van itt szó? Igen. A kapitalizmus elleni lázadásról. Vagy bármi elleni lázadásról, ami értelmezhető, tehát hogy itt pusztán a nem tudom én... Amit el lehetett adni a boltokba, a szexet, a káromkodást, nagyon amit pénzé tudott tenni az ipar, és aztán, a hippi forradalomból. Igen, és aztán ebből lett végül a gravitáció elleni lázadás, mindenféle extrém sportok, és mindenféle szórakoztatóipari formája. Viszont a mi jó filmben azért valljuk be, hogy a zenék azok nagyon ütnek. Olyan 66-os, meg 66 előtti rock, beat, pop számokat hallottok, amiket soha nem hallottatok, és nagyon erősek. Nagyon jók a víz alatti jelenetek, a filmben nagyon jól vannak megcsinálva. De hát azért mondjuk hogy ki rendezte ezt a filmet. Mondjad. Tehát azért a Bridget Jones, a négyesküvő egy temetés, a Mr. Bean, az igazából szerelem, szerintem minden idők legnyálasabb és undorító filmje. A sztárom, a párom. Tehát Nagy-Britannia filmiparának egyik zászlós hajója, egy egész új, friss termése ez a rockhajó, és szerintem még az összes közül talán a legnézhetőbb. De nevezd meg a rendezőt, csak hogy tudjuk, hogy kit utáljunk ezért. Hát most hadd ne abszolváljam. Hogy ne kelljen abszolválnod, jaj, kérem, könyörgöm, hadd ne kelljen, a világért sem már, csak hogyha már felsoroltad a filmjeit, bocsássál meg. A lázadásnak mi a lényege? Jaj, annyira jó, annyira köszönjük, Richard. Szerintem nem egy ismert név, legalábbis nekem így nem mond semmit. Hát, talán nem véletlen, pedig mekkora filmeket rendezett. Szóval,
Visszatérve a lázadásra. Ilyenkor a lázadás sosem önértékén, hanem helyi értékén a lényeges. Tehát nem a lázadás, nem abból a szempontból fontos, hogy mit vív ki, vagy minek a hogy jegyében, vagy minek, lázadj, hogy minek vagy minek az érdekében zajlik, hanem maga a lázadás, amely egy novum abban a korban, amely szétfeszíti azokat a társadalmi korlátokat, amiknek a révén bizonyos értelmes, valóban érvényes és lényeges dolgoktól is meg volt fosztva a társadalom. Tehát amikor kiszélesednek a cselekvési lehetőségeknek a korlátai, amikor a horizont kinyílik, akkor az a szabadság az már megtölthető tartalommal. Lehetséges, hogy ezek a lázadók semmi értelmeset nem találtak, aminek a jegyében lázadjanak, de az a világ, amit teremtettek a lázadásukkal, a számos értelmes aktus számára nyitott teret. Egy óra múlva ismét híreket mondunk, de addig hallgassák meg a grófot! Na, az a helyzet, hogy szándékomban áll valami nagy butaságot csinálni, aminek íme milliók lesznek a tanúi. De ez mindenkit a földbe fog döngölni. Büszkén jelenthetem be, hogy én leszek az első ember, aki kimondja az F betű szót az Egyesült Királyság rock'n'roll rádióiban. Azonban nem a balhé kedvéért. Mulattatunk. És egy csipetnyi oktatás is van benne. Mert ha valaki lő, meghal egy ember, egy bomba pedig sok áldozatot követel. Megölhetjük a szerelmet is. De, ha kimondunk egy ilyen szót, valójában semmi nem történik. Tehát vágjunk bele. Kizárólag nektek, az F betűs. Forogjon tehát ez az első rangú kis nóta. Ezt nem tehetem. Miért nem? Ez csak egy szó. Szép gondolat, de a helyzet az, hogy a hatóságok így se kedvelnek. Ha megteszed, kihúzzuk a gyufát, és így vagy úgy, de be fognak záratni. De nem tudnak bezáratni, kalózok vagyunk, itt ülünk az óceán közepén. Meglelik a módját, a szabadság csípi a kormány szemét. Hogy nem áll, ne túlozzunk már. Oké. Okay. Jól van, végig gondolom. Oké. Mélyen tisztelt elvtársaim! Rossz hírt hoztam. A hatalom kijelentett, hogy az F betű szó tiltott gyümölcs. De annak ellenére, hogy a szabadságról szült álmaink hamvaikba dőltek, a Hollis tovább él. Köszönöm. Nem tudom, miért tettem. Csak egy fasz lett volna. Csak egy pirinyó fütyi. Nem létezik olyan, hogy pirinyó fütyi. Hogy ne létezne? Kérdezd meg Angus csaját. Nincs olyan apró lompos, ami ne tehetne tönkre bennünket. Egy napon egy álomvilágban mondhatod, hogy pöcs, farok, vagy akár azt, hogy kuki a rádióban. De a fasz, az kiszáll. Elnézést, lordságod. Mi újság? Bekapcsolva hagyta a Mikijét. Valóban. Mindenkitől. Ezért a négy, vagy öt. Már csúnya szóért, Quentin. A Holly zavartalanul folytatja. Na jó, elnézést kértem érte, de tudod mi van. Gondoltam, jól beszélsz, szép a hangod a rádióban. Szarok. Így lett tehát hat, Quentin. Jobb nem is lehetett volna, szerintem. Hát igen, ez egy erős pillanata a filmnek, semmi kétség, amikor a gróf hát így nagyon keményen megszopatja a Quentint, aki a rádió igazgatója, úgyhogy hát ő a főszerkesztő, vagy úgy néz ki, mint Andy Warhol kb. Igen, hát igen, ő a főnök, hát minden csík kokain egy ránc formájában jelenik meg az arcán, azt lehet mondani. Szóval itt van egy apa figura, tehát rohadt nagy a lázadás hajón, de van egy apa figura. De pont olyan apa, amilyet mindannyian szeretnénk. Tehát egy ilyen apát. Egyébként velem is kismilliószor előfordult, amikor még régebben közéleti rádióműsort csináltunk, hogy a főnök bejött egy zene közben, és előadta, hogy mit szabad és mit nem, és hogy hányas a kabát. Na, ez nagyon ismerős szituáció. Na, ezt akartam pont mondani. Csak sose voltam ekkora ember, mint a gróf, hogy így megszivattam volna a főnökömet nyilván. Én sem voltam ekkora arc, amikor a tilos rádióban dolgoztam, és berohant az egyik oda tartozó srác, hogy gondoljátok, hogy Goát játszotok? A Palotai megmondta, hogy a Goa az már nem progresszív zene, ja, nem képes. A Palotai megmondta? Nem ja, képes. Hát és jaj, bocsánat, hogyha a Palotai meg most ezt én nem, arra, nem tudtam, hogy a Palotai ezt megmondta. Hogy így, hogy megmondta a Palotai, így egészen más. Jó, és mindezt a tilos Goát játszani a tilos rádióban. A tilos rádióban ízlelgessük egy kicsit ezt a szót, tilos.
rádiós. Miközben persze tök igaza volt, hogy a Go az abszolút képtelen a fejlődésre, csak valahogy annyira ellentmondásos volt a dolog, tehát ez abszolút oda kapcsolódik hát, vissza, amit mondtál a bejátszó előtt, hogy nem az számít, hogy hol lázadsz a tilos rádióba, vagy hogy mi az a tartalom és forma, nyilván ma már káromkodni nem lázadás, hanem talán az ellentétje, hanem az, hogy maga, hogy az a lázadás megtörténik-e, amikor az úttörő áruházat elfoglaltuk, és tudtuk azt, hogy a tulajdonos, az üzletember az RTL klub híradójából fogja megtudni, hogy az épület az el van foglalva, és amikor bámultunk ki az éjszaka az üvegen keresztül a Kossuth Lajos utca forgalmára, egy olyan, mint egy ilyen teljesen különálló világra, aminek már nem vagyunk részei, az lázadás volt. Már csak egy témát kell megvitatni. Igen. A Kalóz Rádió 2. Bizony. Melyik minisztérium hatásköre? Az enyém, miniszterelnök úr. Mi a terve, Sir Alistair? Nagyon népszerűek, és tudomásunk szerint nem sértenek törvényt. Bezáratjuk őket mielőbb. Nagyon helyes. Gyűjtőmedencéi a szennyes és felelőtlen reklámnak, és a romlott erkölcsnek. Hogy van? Akkor az ön hozzáértő kezeibe helyezzük. Nagyon köszönöm, uram. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt! Foglaljanak helyet! Kalóz Rádió állomások, jó. Nos, azt mondtam a miniszterelnöknek, hogy egy év múlva megszűnnek. A jelenlegi állás szerint sajnos nem tesznek semmi törvénybeütközőt, uram. Akkor hamarosan tenni fognak, Mr. Fredericks? Fredericks. Ez a lényege a kormánynak. Ha valami nincs ínyére, egy új törvény révén kiiktatja. Erről jut eszembe, Mr. Fredericks? Fredericks. Igen, uram. Ideje kidolgoznunk egy törvényt, ami hajvágásra kötelezi. Így hosszú lenne? Bárki látja, a vakokat kivéve. De még ők is érzékelik, hogy randa, ha elhalad mellettük. Egy egész hetet kap rá. A kalózok ügyére kettőt. Viszlát? Missy, amint sejtettem, mind semmire kellő. Küldje be azt az új fiút. Azonnal, uram. Munkám lesz a számára. Némi kárt kell okoznunk. Szabad! Uram? Igen. Igazán lenyűgözőek az ajánlásai. Köszönöm, uram. Rendkívül szokatlan név. Tuat? Na és két tével. Hallott már a Kalóz rádiókról? Mint a rock rádió? Így igaz. Pontosan, mint a rock rádió. Hallgatni is szokta? Nem túl gyakran, nem rajongok a popzenéért, inkább a klasszikusokért. Az a jó. A rock rádió hallgatói, uram? Ahogy mondja. Fényes hagyományú hazánk drogfogyasztói és törvényszegői, csepürágói és paráznái. Íme az ön kis feladata. Egy éven belül tűnjön el a rokk az éterből, és szeretném, ha maga lenne a különbejáratú orgyilkosom. Tehát? Mit tudod kideríteni? A hajó maga rémes állapotban van. Csodálatos hír! Eszerint, ha menekülni próbálnak, vagy akár elindulni, nem jutnak messzire. Pompás, ön teljesítette a küldetését. Nos, árulj el, Tvatt, mi a terve? Először is el kell nyernünk a közvélemény támogatását. Aztán január 1-én illegálissá nyilvánítjuk a Kalóz Rádiót azon az alapon, hogy veszélyeztetik a nemzet bátor halászainak életét, akik hasznosak a gazdaság számára, és nélkülük nem lenne hal és sült krumpli. És ha kijátszanák a törvényt, mi lecsapunk. Csodás! Azt hiszem, úgy nevezhetnénk tengerészvédelmi törvény. A tengerészvédelem törvénye. Tetszetős? Azt hiszem, a királynő sem tiltakozik. Horrogra akadtak. Remek! Imádni fogom, ahogy vergődnek. Egyszer átjöhetne vacsorázni a családjával. Kenneth Branagh, Dormendi miniszternek a szerepében, akár csak a sátán. Akit nagyon helyesen egy kritikus, egy Benny Hillből és Hitlerből összegyúrt, karót nyelt birodalmi lépegető összehasonlított. Egyébként nagyon kényelmes szerepben vagyunk, anélkül, hogy aktuál politizálni kellene. Egyszerűen szerintem ismételjük meg az egyik elhangzott mondatot, ha valami a kormánynak nem tetszik, hoz egy törvényt, egy új törvényt, keressen egy lyukat a törvény szövetében. Mennyire aktuális. Csak nem arra célzol, hogy a Fidesz most éppen ezt csinálja. Lépten nyomon. Hát csak arra célzok. Tehát ez az ügyeskedés, ez a maradjunk jogilag fedhetetlenek úgy, hogy csináljunk hülyét a törvényből, és azokból a jogból, és azokból, akik védelmezni próbálják.
Egyetlen fájdalmam ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy túl nagy pátosszal illeti ezt a nagyon habkönnyű és nagyon laza sztorit. Tehát én azt gondolom, hogy kevesebb pátosszal, kevesebb drámaisággal, és valahogy... De miért pátosz? Hát végig humor van benne. Tele van humorral, de a végén, ami végén, amikor a nagy jelenetben egyenként kiállnak a... Igen. Meg nem hagyják el a hajót, és ott zenélnek az utolsó töltényig a vártán, az fáj, az sok. Nem kéne ekkora hősöket kovácsolni ezekből a faszagyerekekből. Pont az, igen, a jó benne, hogy ezek faszagyerekek voltak. Ezért szeretjük, ezt szeretjük, igen, ezt szeretjük bennük. És itt van a film egyik hazugsága, hogy úgy állítja be a rock'n'rollt, ami mintha arról szólna, hogy a rohadt nagy egyéniség mindenki másképp úgy jó, ahogy van, miközben a rock'n'roll, főleg amikor elkezdték eladni, semmi másról nem szól, de már az elején is, hogy ott egy rockstar, és te olyan akarsz lenni, mint ő. Igen, és pontosan a rock'n'rollban pont az a jó, hogy levedli magáról ezeket a patetikus hős gesztusokat, hanem lemegy kutyába, és ez a jó benne, és ezt szeretjük. Miért akarja minden rendező a Ryan közlegény megmentését újraforgatni? Erre vagyok kíváncsi is. Miért pont egy ilyen sztori esetében, ahol aztán a hősiességnek, meg Amerika szeretetének, meg a... Ja, és a brit zászló kint van a falon, tehát igen, utálják, igen, a kormány, de a brit zászló kint van a igen, falon. Igen, igen, tehát hogy ezekre a gesztusokra nem tudom, hogy mi szükség van, és pont egy ilyen film esetében. Szia. Kár. Jól vagy? Igen, csak... Pár hónapja hibát követtem el. Tényleg? Igen. Rájöttem valamire. És nem vetettem el, hanem mikor eljött az idő, hagytam felülkerekedni. És most igazzá válik. És többé nem verhetem ki a fejemből. Mire jöttél rá? Hogy ezek életünk legjobb napjai. Szörnyű, ha az ember rájön, de így igaz. Az nem olyan biztos. No. Hát persze. Hogy ne. Hát talán mákod lesz. Talán még lesznek jobb napjaid, de nagyon kétlem. Fent álltunk a hegyormán, barátom. És hosszú az út, míg lezúgunk az aljára. Ásával. Vida Viktorral. Igen. Na, hát igen. Az a negyedik film kapcsán nagyon nagy összecsapás készüldik köztünk, de szerintem még egy picit beszéljünk erről a Rokkhajó című filmről. Beszéljünk a Rokkhajó című filmről, mert érdemes. Pironkodás, magyarázkodás és minden különösebb szégyenérzet nélkül élvezni az életet. Igen, dugni, kábítószerezni, léhazenéket hallgatni és játszani másoknak. Olyasmi, amihez jogunk van, és ez egy elég fontos jog ahhoz, hogy harcoljunk érte. De igen, és erről van szó, erről szól. Pontosan erről szól a Rokkhajó című film. Autentikus módon szól erről a Rokkhajó című film. És azért többről szól, mert ők azért tényleg ott vannak egy hajón, egy illegális rádiót működtetnek, szembe mennek a kormány akaratával, teljesen tudatosan vállaltan, azért ez többről szól, mint káromkodni, cigizni, megszidni a tanárokat. Itt arról van szó, hogy jogunk legyen ahhoz, mert nem ártunk vele senkinek, maximum magunknak. Hát, és ehhez igenis jogunk van. Ezt a Konrád György mondta a Vörösmarty téren az egyik első ilyen kendermagos tüntetésen, hogy miért amikor trázták a szerencsétlen idióták a akasztófát neki, hogy miért szólnak bele ebbe, mi volt az a mondat, hogy mi a baj azzal, hogyha valaki csak magának árt. Szerintem egy társadalomban élünk, tehát nyilván tárcson magának, meg joga van magának ártani, de így kb. Ez a hozzáállás olyan, mint hogyha ilyen teljesen egymástól különálló atomokként keringenénk, nem egy társadalmat. Világos, alkotva. Egy időben az önkielégítést is tiltották. Azok voltak a jó idők, amikor tényleg kezedre csapott a pedellus, amikor magadhoz nyúlkáltál. De az a jó világ, igazad van. Sőt, egyre több mindent kéne tiltanod. Nem, szerintem összetettebb dolog a kábítószer probléma. Nagyon sokféle kábítószer van, sokféle hatása, mint hogy elintézzük azzal, hogy mindenki úgy árt magának, ahogy akar. Persze, joga van hozzá, de ettől még miért ne tehetnénk fel a kérdést, hogy szerintem a fogyasztást nem szabad büntetni, de most nem erről beszéltünk. Ja. De várja, a kereskedelmet meg a fogyasztást, azt ne kezeljük már egy lapon, ha szabad kérnem. Igen, nem menjünk bele ebbe, mert én valami másról akarok beszélni még a film kapcsán.
Szóval nagyon, nagyon hálátlan feladata mindig az ember elmúlt 30, a jelenkor zenét cseszegetni, de hol van ma a rockzenének egy olyan egzisztenciális súlya, mint mondjuk 86-ban, amikor a barátom általános iskolába berakta nekem az ETA-t, vagy a CPG-t, vagy a tizedes meg a többieket, és így elrémülve hallgattuk, hogy ilyen van, olyan energia jött át azokon a rossz felvételű koncertfelvételeken, az egész 2000-es évek semmi másról nem szólt, mint hogy a Modern Talkingtól kezdve a nem tudom kiig mindenki visszajöhetett gagyit játszani, és minden elment, és mindent újra játszottak, és többen azt mondják, ugye, hogy semmi új nem történt a 2000-es években pop és rock zenében, és az Európa kiadónak az énekese azt mondja a Mennyhárt, hogy hát valószínűleg az az önkifejezési forma, ami a kreativitás meg a szabadság csúcsa volt a 80-as, 90-es évekig, amit rocknak vagy popnak hívtunk, az ma már nem ez, tehát hogy ma már a tuti, a franco, az valószínűleg nem a rockban dolgozik. Hát amikor mi ezeket a zenéket hallgattuk, mi attól féltünk, hogy beállít a rendőrség és elvisz minket a kazettáinkkal együtt. Meg kell említenünk Philip Seymour Hoffmannak a személyét megint csak, aki újfent bizonyítja, hogy bármit el tud játszani. Ezúttal egy végtelenül laza és végtelenül felszabadult spongli szagú szakállas DJ-t alakít, akit hát így bármikor máskor egy végtelenül gátlásos, szorongó figurát, most pedig egy felszabadult és laza hőst, bármikor, bármit ez a figura, egyszerűen bármit, bármikor, és ahogyan itt azért imént fogalmazott, hogy ezek voltak az életünk legszebb napjai, és hogy azok nem térnek vissza. Hát én ezt már valami nagyon hasonlót átéltem, amikor hát én magam is DJ-ztem annak idején, amikor még közéleti rádióműsort gyártottunk napi szinten, és amikor az véget ért, akkor ugyanezt éreztem, hogy most elmúlt 2006-ban, ugye, igen, a választások valami, igen, idején. Igen. Valami, igen. 2004 őszétől 2007 végéig, azt hiszem valahogy. És nektek mi volt az, amikor úgy éreztétek, vagy volt az életetekben olyan, amikor azt éreztétek, hogy fenn vagyok a csúcson, most nem egy mindent elsőprő szerelemre gondolok, vagy amikor valamit megkaptál és megvettél, hanem amikor csináltál valamit, amikor ez az érzés, amikor kockázatot vállaltál, csak és akkor tudod, valamit. Csak akkor tudod, amikor véget ért, hogy igen, ezek voltak azok a napok, amik nem fognak visszatérni, és hogy hát ez egy ilyen nosztalgikus érzés, ami kifelé ízléstelennek hat, de belül hiszek, az ember ne, nagyon... Én ebben rohadtul nem hiszek, tehát amikor valaki elássa magát, hogy én innen már nem megyek följebb, nekem van egy ismerősöm, aki Markó Ivánnal táncolt főszerepet 10 éves korában gyerekként, és akkor mindig úgy gondoltam rá, hogy igen, ő az, aki már nem fogja többre vinni, és ahhoz képest... Következzen a én egyik legkedvesebb filmem, ez most tényleg az, folyamatosan lövöldözzük el ezeket a olcsó patronokat, hogy most jön a kedvenc! És most egy olcsó filmre lőjük el, egy szirupos Ne, jaj, de rossz ízlésű vagy, te úristen, hogy kerülsz te ide? A valóban egyik legnagyobb film, amit valaha láttam, az Óceánjáró zongorista legendája. A stílus, reggel óta töröm a fejem, de nem jövök rá, ki ez a fantasztikus zongorista? Nem hiszem, hogy hallott már róla. Kicsoda? Azt mondanám, hogy soha nem létezett. És nem is hazudnék. Ne titkolózzon. Mondja meg, fiam. Ki a fene játszik? Ez az én titkom. Az Óceánjáró zongorista legendája, a film maga egy legenda. Megszámlálni sem tudom, hogy hányszor fordult elő, hogy akár én, akár Gödri Bulcsú barátom, aki a jazzzene egyik legnagyobb elkötelezettje és híve, és tisztelője és művelője, akár mely házi buliban, akár félig részegen előadta a legendás sztorit, 1900 a főhős és Jelly Roll Morton zongora párbajáról, amely beivódott, bevésődött a kollektív tudatba, vagy legalábbis a jazzzene kedvelő kollektív tudatába. A legenda az azáltal legenda, hogy a valóság meg a sztori mesélés módja, ez az orális emlékezet, ahogyan szájról szájra jár. Több, mint a valóság. De mégis többet fog meg a valóság. Igen. Na, ahogy mondod. Hát sűrítve adja vissza. Igen, ennél szebben ki sem tudtam volna fejezni. Kevés olyan film van, amelyik felnő ahhoz a legendához, amit elmesél. Az Óceánjáró zongorista legendája ilyen.
A Giuseppe Tornatore egy nagyszerű rendező, még nem beszéltünk Tornatore filmről, annak ellenére, hogy a Maléna vagy a Cinema Paradiso, ezek is kiváló filmek. Úgy gondolom, hogy az Óceánjáró zongorista legendája az ő életművén belül is egy különlegesen nagy, magas szintet üt meg. A Tim Roth-nak a játéka, 1900-nak a hajón élő, az óceánjárón élő lelenc gyereknek a szerepében, az felülmúlhatatlan. A Tim Roth is egy olyan színész, aki az életében nagyon kevésszer kapta meg azt a lehetőséget, amire a tehetsége predesztinálja. Ezúttal megkapta, és hát fényesen élt vele. El sem lehet képzelni ezt a karaktert. Ezt a magával ragadóan elegáns, végtelenül stílusos. Vagány. És hihetetlenül vagány, de mégis közben mégis végtelenül egyszerű, és félelmetesen sármos karaktert. És az ő, és igen, a nagy jelenet, a klasszikus nagy jelenet, az ő párbaja Jelly Roll Mortonnal, amely hát ha valaki látta, soha nem felejti el, szerintem a film történetének az egyik legnagyobb jelenete, amit valaha rendeztek. Jelly Roll Morton nem játszott, kényeztette a billentyűket. A zenéje olyan volt, mint a sejem, ahogy lecsúszik egy nő testéről. Újai könnyűek voltak, mint a lepkék. New Orleans rossz hírű negyedeiben kezdte, és bordélyházakban csiszolta ki a stílusát. Az emeleten ténykedő urak nem kívántak nagy zajt. A muzsikának a függöny mögé és az ágy alá kellett beszivárogni, hogy ne zavarja a kéit. Ez volt a zene, amit játszott, és ebben ő volt tényleg a legjobb. Kap be a jazzt! A fogalom már nem esült, kedves kis imperatívus, amely mindenkinek mindent elmond, aki látta a filmet, vagy legalábbis ezt a jelenetet. Mindent tud a történet mesélésről Giuseppe Tornatore, hogy hogyan kell úgy elmesélni egy ilyen sztorit, hogy az benned folytatódjon tovább azután, hogy abba hagytad a film nézését, és úgy ad tovább, hogy abba benne legyen minden, amit a világról tudni, érteni vélsz. Én szeretem a mesét, nekem nem a mesével van bajom. Én meg vagyok realizmus nélkül egy filmben. Én a kliséket, a pózokat sokalom. Tehát a kreativitást hiányolom, azt, hogy érezni lehessen, hogy a belerakott melót érezni lehessen a filmben, hogy a sztori az tényleg a valóságból táplálkozik. Itt a film esetében az a bajom, hogy itt eleve egy iszonyú nagy legendát, egy metaforát, egy nagy-nagy mesét akar gyártani a film. És talán nem sikerül neki? És ez nem így megy, hanem legyártok egy filmet, és aztán utólag rájön mindenki, hogy mennyire belenyúltam a tutiba, és egy kultusz lesz, egy legenda, egy óriási mese. Itt pedig eleve ezt akarták megcsinálni. Odahívta Koltai Lajost, az operatőrt, akinek az eltévesztetetlen képi világában úszkálunk, ebben az aranylóbarna, Dédi Nagyi nosztalgikus fényben, amit Hollywoodban annyian utánoznak, és csak azt mondják, hogy csináljunk egy Lajosost, és ez nekem sok, nekem ez erőltetett. Én jobban szerettem volna, ha még inkább azt érzem, hogy a sztorik azok a valóságból kibányászott, iszonyú melóval kibányászott sztorik, és nem pedig, amikor leülünk, és csináljunk egy nagyon nagy történetet. Hát nem tudom. Kedves hallgatók, tegyetek igazságot köztünk. 0629986986. Ti kedveltétek az Óceánjáró zongorista legendáját? Legendássá vált a köreitekben az Óceánjáró zongorista legendája? Mondd az nektek valamit, ahogyan a Jelly Roll Morton, majd pedig 1900 variálnak a cigarettával? Emlékeztek erre? Egyébként ez tényleg csúcsjelenet, tehát ez a zenei párbaj, ez csúcsjelenet, tehát én nem láttam még filmet, ahol úgy adták volna vissza azt, ahogyan a művészet az alatta meghúzódó anyagi szférát is meghódítja, annyira erős egy zene, egy műalkotás, hogy még oda is kiterjed az anyagi materiális világra. A zene, ahogyan anyagivá válik a zongorahúron meggyulladó cigaretta által, hát ez valami annyira erős megoldás, hogy jó, hatalmas. Vagy mondok még egy példát, amikor meglát egy lányt, aki nagyon tetszik neki, és pont akkor látja meg, amikor élete első lemez felvételét készíti, és meglátja a lányt, és amikor visszajátszák neki a zenét, akaratlanul odakapja a fejét az ablak üveghez,
Mert amikor azt a számot ő csinálta, akkor ő azt a lányt látta. Ha ő újra hallja a zenét, neki annyira egyévált a zene meg a lány, hogy oda kapja a fejét, nincs már ott rég a lánya. Ez egy annyira konzervatív film, annyira küzd és annyira lázad a másolat démon ellen, a megismételhetőség kétségbeejtő rettenete ellen, ami a jelenkorunknak ezt a végtelen devalválódását, ezt az inflálódását, mindennek a sorozatgyártását. Minden a másolat másolata. Minden sorozatban semmi sem megismételhetetlen körülöttünk. De semmilyen tárgy, minden sorozatban gyártanak, nincsenek megismételhetetlen. Tehát az egész világunk egy kópia lett. Az hát egész igen, életünk valaminek... Eldegger és a harcosok klubja. Na és itt ez a film, ez a legenda, és maga 1900, aki az egész létével, az egész lényével lázad ez ellen, aki a nagyon-nagyon sötét és groteszk metaforája ennek a századnak, nem véletlenül viseli a nevét, hiszen igen, ennek az évszázadnak az első napján született. Belecsúszunk, és akkor lehet gondolkodni, hogy mi mindent akar kifejezni ezzel. Én ebben nem mennék bele, én még dicsérném a filmet, hogy nem tudom, láttál-e olyan filmet, ahol ennél jobban elmagyarázzák azt, hogy az igazi szépség az érinthetetlen, ahogyan ez a lány, akit meglát, érinthetetlen, de hogy a művész az, aki az igazi szépségtől lop egy csókot, ahogyan az alvó lányt felkeresi a harmadosztályú női szálláson és megcsókolja. De csak egy csók, semmi más. De a legeslegnagyobb zseni, a legeslegnagyobb művész ennyire képes, és ennél többet ember nem érhet el. Jó, csodálatos, csodálatos. Javaslom, időnként említsétek meg a szinkronhangokat is, rádióban úgyis őket Imre halljuk. Zseniális. Csúlya Imre és Mácsai Pál. Szörnyű volt, rosszul imádom, voltam. De tökéletes a Mácsai Pál, tehát épp úgy, mint Willem Dafoe hangjaként a Krisztus utolsó megkísértésében, épp oly kiváló ezúttal. Főleg az olyan zseniálisakat is említsük, mint a Little Voice-ban Molnár Piroskát és Újréti Lászlót. Hát, köszönjük. A filmnél százszor jobb a könyv. Barikónak minden könyve zseniális, mint a műsorotok. Nagyon kedves, de hát lássuk be, hogy a könyvből nem jönnek keresztül azok a dallamok, amelyeket a hatalmas Ennio Morricone komponált ennek a filmnek a kedvéért. Itt aztán tényleg minden a helyén van. Tehát vegyél egy Giuseppe Tornatore-t, adjál hozzá egy Tim Roth-ot, egy kis Koltai Lajost, meg egy Ennio Morricone-t, és akkor megkapod a tökéletes filmet, tessék. Egy végtelenül legátolt, végtelenül szorongó fiatalember drámája. 1900 története, az óceánjáró zongorista legendája című film. Egy olyan fiatalemberi, aki soha életében nem hagyta el a hajót, amin született, kis lelenc gyerek, akit egy fűtő, egy szénlapátoló talál meg a bálteremben, ahol ott felejtették, és ő neveli föl, és aztán nem rakják ki sehol, mert nincsen szívük hozzá, és felnevelkedik, és teljesen autodidakta módon tanul meg zongorázni, és ebben tovább viszi, vagy többre viszi, mint maga a Jelly Roll Morton, aki feltalálta a jazzt. De hát ő több, ő végtelenül több, mint a jazz, de annyira szorongó, és annyira komplexusos, és annyira, de annyira gátlásos, miközben annyira, de annyira felszabadult abban a közegben, ott a hajón, ahol biztonságban érzi magát. De az ő élete az összeforrott ezzel a hajóval, és valóban képtelen volt elhagyni, és ahogyan erről beszél, annak az őszintesége, az annyira lefegyverző, és annak a hitelessége, az egész figurának, az egész karakternek a hitelessége, ahogyan fölöttünk áll, azzal az egyszerűségével, ahogyan, és azzal a nyíltsággal, ahogyan ezt megvallja, az magával ragadó, és Mácsai Pálra pedig egy rossz szót nem engedek szólni, mert az ahogyan ezt ő visszaadja, az is a hitelességnek a non plusz ultrája az én számomra. Gyere, 1900, gyere velem, szálljunk ki. Lesz egy tűzi játék, megnézzük, aztán újra kezdjük. Néha sajnos újra kell kezdeni. Vissza kell menni a kezdőpontra. Nem kongatnak még neked. Amíg van egy jó sztorid, és valaki, akinek elmondhatod. Emlékszel? Na? Te mondtad. Hát, most már egy halom sztorit tudsz. Csüngeni fognak a szavaidon. És megőrülnek a zenédért. Hidd nekem.
az a város. Egyszerűen nem volt vége. Hol van? A vége. Megmutatod nekem a végét? A kikötőhídon még minden stimmelt. Én is jó voltam. A kabátomban. Elegáns voltam. És éppen leszálltam. Ahogy kell. Nem az volt a baj. Nem a látvány riasztott vissza Max, hanem amit nem láttam. Megérted? Amit nem láttam, annak a nagy elnyúlt városnak mindene volt, csak vége nem. Nem volt vége. Hiába néztem. Nem láttam, hol a város vége. A világ vége. Ott az zongora. Elkezdődik. Véget ér. 88 billentyűje van mindenhol és mindenkinek. Nem lehet végtelen. Te vagy végtelen. És a zene, amit a zongorán játszol. Végtelen. Nekem így jó. Így tudok élni. Ha kiviszel a partra, akkor egy olyan zongorához ültetsz, aminek millió és millió billentyűje van. Végtelen. Ez az igazság, Max. Végtelen. Nincsenek határai. Végtelen számú billentyűn pedig soha nem leszek képes zongorázni. Ez nem az én hangszerem. Isten zongorája. Egek, hát láttad az utcákat? Csak az utcákból több ezer van. Hogy lehet odalent élni? Hogy választasz egyet? Egy nőt. Egy házat. Egy darab földet, ami a tiéd, egy tájat, amit szeretsz. Egy halálnemet. Rád nehezedik a világ, és még azt se tudod, hol lehet a vége? Hát soha nem féltél, hogy összeroppant ez a határtalanság? Szörnyű így élni. Ezen a hajón születtem. Túlmegy rajtam a világ, de egy úton csak 2000-en. Láttam, ahogy itt éltek. Itt éltek az emberek a hajóor és a tat között. Boldogan játszhattam egy zongorán, ami nem volt végtelen. Ez volt az én életem. A föld? A szárazföld túl nagy hajó. A föld egy túl szép asszony. Túl hosszú utazás. Túl erős parfüm. Egy darab, amit nem tudok eljátszani. Nem szállok le a hajóról. Legalább végem lesz valahogy. Úgysem hiányzom senkinek. Hát borzongató és nyomasztó. Ez a szorongás, ez nekem annyira ismerős, ez a hős 1900, nekem annyira rokon. Nem bírok vastag könyveket olvasni, mert az a rengeteg betű, ami bennük van, az egyszerűen agyon nyom, nem bírok. Rengeteg végtelenül hosszú, és a súlya alatt egyszerűen összeroppanok. Hát én nem véletlenül néztem meg ennyi filmet, mert én minden helyett, amit el lehetett volna olvasni, az helyett megnéztem filmen, mert nekem ezek a betűk, ezeknek a sokasága is végtelen hossza, ez a, és azok a könyvtárak tele könyvekkel, és az a végtelen sok ismeret, amit nekem, és ez, egyszer az ember hozzá se kezd inkább, le se száll a hajóról. Tehát ez a
és mindnyájunkban biztos vagyok benne, hogy mindenkiben valahol ott van ez a félelem a megismerhetetlenről, ami a bejárhatatlanról, attól, ami ránk nehezedik, és csak mi szocializálódtunk ehhez, meg eléggé középszerűek vagyunk ahhoz, hogy ezt elbírjuk viselni. Hát 1900 nem az, és az ő története, az óceánjáró zongorista legendája, az egyik legnagyszerűbb film, amit megnézhettek. Miért válaszol először egy bugyuta karácsonyi dallal az óriási zenepárbajban az óceánjáró zongorista, ahelyett, hogy valami nagyot klanimpírozna a klaviatúrán? Azért, mert a zene nem párbaj. A párbaj az nem a kultúra dimenziójába tartozik, csak a társadalmi dimenzióba. A párbaj ahogy... egy alantas dolog a zenéhez. Pontosan. És ahogy lerázza magáról, mint kutya a vizet ezt az egész, és amilyen végtelen eleganciával, de közben meg azzal az iróniával, amivel lekezeli ezt a Jelly Roll Mortont, aki le akarja őt győzni egy olyan fronton, ahol győzni nem lehet. Csak, mert csak, nem arról szó, hogy győzünk egymás ellen. Nincs kisebb vagy nagyobb katarzis. A katarzis az végtelen önmagában. Ez, igen. Tehát annyival többről szól ez a film, mint amit el vagyunk képesek mondani nektek. Ha a rockhajót osztályozni kéne, akkor az 6-os lenne, de amikor átszállunk az óceánjáróra, akkor az már egy 9-es. Jó, legyen 9 és 6, egyetértek. Nagyszerű, akkor hát sikerült meggyőzni téged valamelyest, így aztán be sem kell vetnem azt az elképesztő mennyiségű SMS-t, amit kaptunk. De úgy adtam 9-est erre a filmre, hogy olyan mondatokat mondanak a kamerába a szomszédok Etus nénéhez hasonlóan, hogy nagyon szép, amikor a csodagyerek játszik az ongrán. Miért kell kimondania egy nőnek, hogy nagyon szép, vagy mi az a mama, ilyen... teszi fel a gyerek a kérdést. Az jelenet elején tudom, hogy azt fogja kérdezni, hogy mi az a szó, hogy mama. Ne folytass, az élet kérlek. Hatalmas. Mi jár az eszed, amikor zongorázol? Mit látsz magad előtt? Kénytelen leszek felolvasni azt a M+1 SMS-t, amit kaptunk, és amely hallgatók mind-mind el vannak ragadtatva az óceánjáró zongorista legendája című filmtől. Hát nagyon köszönjük a figyelmeteket, nagyon köszönjük a hozzászólásaitokat. Az Ordas Média közhelyen élve ennyi fért a mai műsorba, de 6 nap múlva újra itt leszünk 3-5-ig szokásunk szerint. Most a Babel Sound című világzenei magazint fogjátok hallani, ahhoz is jó szórakozást kívánunk, aztán sok-sok-sok jó rádiókáfi hallgatást a 98.6-os frekvencián. Ezt kívánjuk nektek, sziasztok! Sziasztok!